Sziasztok, köszöntelek titeket itt a Szapod első olyan adásában, ahol nem egyetlen vendéggel fogok beszélgetni, és fel is tennék egy kérdést. Te eveztél már 420 kilométert egy szezonban? Mert a mai vendégeim tavaly egy hét alatt eveztek 420 kilométert a Duna teljes hosszán, egy adománygyűjtő száptúra keretében. Ez a Duna 420 elnevezést kapta. Biztos te is hallottál már erről. Úgyhogy velük fogunk beszélgetni az ötletről, a felkészülésről, és egészen a teljesítésről is. Úgyhogy mai vendégeimet itt láthatjátok már a képernyőn, és akkor szeretnélek megkérni titeket, hogy mutatkozzatok be néhány szóban, hogy hogy alakult ez a társaság, kik vagytok, és milyen szapos háttérrel rendelkeztek. Sziasztok, én Dobi Etelka vagyok, már jó pár éve szapozom. Nem vagyok profi sportoló, mint ahogy a csapatban senki sem az, hanem ilyen hobbi, elkötelezett, szabadidős szaposok vagyunk, de járunk azért versenyekre is. És magam részéről, amikor a Duna 100-as ultramaraton csináltuk, én akkor találkoztam, vagy akkor beszélgettem így mélyebben a csapat egy-két tagjával, és akkor már elindult a hangja a fejünkben, az én fejemben mindenképp, hogy szeretek ilyen hossza nevezni. Évi, veled voltunk. Sziasztok, Subavokod Évi vagyok. Én sem vagyok sportoló. A száppal 8 évvel ezelőtt ismerkedtem meg. Mivel a Balaton közelében élek, ezért azt gondolom, hogy szerves része lett az életemnek a szápp is. És hát egy nagyon jó kezdetben, egy nagyon jó kikapcsolódást biztosított nekem. Aztán egy kicsit túltoltuk, és megismertem hasonszörű barátokat, mint én, és egyre többet vagyunk vízen. Nálam is tavaly előtt a százason indult el arra az igény, hogy evezzünk hosszan és sokat, és ebben találtam egy partnert magamnak, akit úgy hívnak, hogy Sreper Árpád. Hát én a COVID kapcsán találkoztam a szapozással, mert nem tudtunk csapattal sárkányhoztam addig, de azt is csak ilyen amatőr szinten, és ugye nem mehetünk vízre, ezért egyre többet álltam szapra, és így szerettem bele a szapozásba. És végülis ez az egész túra ötlet onnan jött, hogy rendszeresen ilyen túraversenyeken indulunk, ami inkább hosszabb táv, és volt a Kajakkenu Szövetségnek egy kezdeményezés, hogy megcsinálják a Bécs-Budapest maratont. Aztán ez valami miatt ellankadt, és én elkezdtem az évvel konzultálni, hogy ha már nem csinálj meg a szövetség, menjünk el, csináljuk meg mi. Akkor elkezdtünk úgy gondolkodni, hogy de hát akkor nem menjünk ki Bécsig, csináljuk a hazavizeket, akkor határtól Budapestig, de akkor már, és akkor így alakult végül is ki, hogy na akkor legyen Magyarország hosszában. És én is, mint ilyen full amatőr, én is szeretek hosszú távon nevezni, így kapcsolódtunk, így találtuk ki végül is ezt a Duna 420 történetet. És én átadnám Klárának a szót, mert hát én becsapódtam itt, mint pacsi, de hát hölgye ki az elsőbség. Klára. Szakár Klárának hívnak, pedagógus a foglalkozásom, tehát nem vagyok élsportoló, én sem. A hobbi szinten 20 évesen láttam először, vagy álltam először szapra, Amerikában, mert éppen ott nyaraltunk, és azt mondtam, hogy a szörf is jó dolog, de mi ez? És utána több tíz évig én nem versenyeztem, hanem csak szappolgattam meló előtt és meló után, és úgy gondoltam, hogy ez a leggyönyörűbb dolog, mert nem vagyok egy nagy természetjáró típus, de ez a vízen járás, ez oda tett. És a csapattal viszont úgy viselkedtem meg, Magyarországon egy versenypótló versenyre mentünk, és ott ismerkedtem meg sportársammal Zoltánnal, aki ma nincsen jelen ezen a videófelvételen, és Évával, és akkor már megéreztem, hogy ez egy nagyon jó társaság lesz, és egy hullámhosszon vagyunk, és itt át szeretném adni a szót Csabinak. Sziasztok, én dr. Grózdi Csaba vagyok, és a feleségem révén ismerkedtem meg a szappal, aki mindenáron akart egy ilyen valamit, és az Intersportban az akkori leggagyibb valamit megvettük, ami most mint egy ilyen nagy piskóta igazából. Szerintem ez 6 vagy 7 éve lehetett, már nem is emlékszem rá.
Ez volt az első alkalom. És de nem gagyi volt, csak olcsó. Ezt fűzzük hozzá. Igen, hát árértékben ez egy jó vétel volt. De nem is ez a lényeg. Én elborzadva láttam, mert végigkísértem a szárazföldön itt, amikor a Duna 100-on végigment ezen a maratonon, és én azt mondtam, hogy én biztos, hogy soha ilyet nem fogok csinálni, mert én nem vagyok egy sportoló, másrészt írtóztam az ilyen hosszú távú dolgoktól, fogalmam nem volt, hogy az milyen lehet. Úgyhogy én voltam ilyen szempontból a gyenge, félős láncem. Hát elsőre nem hangzik egyszerűnek egy 100 kilométeres túra se, amit ugye itt többen teljesítettetek, de hogyan lehet felkészülni 420 kilométerre, ami egy héten keresztül, hát akkor ha egy egyszerű fejszámolás, az napi 60 kilométer. Hogy kezdődött a felkészülés? Előbb volt a fizikai, vagy előbb volt a logisztikai? Melyik volt nagyobb kihívás? Hát ha kezdhetem én, ugye én voltam a Zoom-ok szervezője, tehát nem, a fizikai felkészülés a pánikkal egyre erősebb lett egyébként, tehát ahogy közeledtünk az időponthoz, egyre nagyobb pánikba evesztünk mindenhol is. De a technikaira, arra, mert mint az ilyen projekt részére, arra szerintem több mint egy fél évet dolgoztunk rajta. Tehát 22 novemberétől, amikor először összeültünk nálunk, utána szerintem ilyen heti beszélgetéseket tartottunk, tehát a kulcsmondat akkor a Itt vagyok a Zoomban című volt, és gyertek ti is, nem tudom, hogy kell bekapcsolni, stb. És akkor hát szerintem én multinál dolgozom, tehát ugyanolyan megbeszéléseket csináltunk, mint amit egy multinál szoktak, ha van egy nagy projekt. Tehát volt nekünk diánk, táblázatunk, hogy egy részre először eldöntöttük, hogy mit akarunk csinálni ezzel a túrával. Tehát azon túl, hogy imádunk evezni, meg sokat evezni, miért evezünk ennyit, és adtunk neki egy ilyen jó célt, tehát hogy kitaláltuk, hogy ez egy adománygyűjtő túra lesz. És akkor utána rengeteg pontunk volt onnantól, hogy mikor, milyen távot evezünk, hol fogunk lakni, hogy szállítjuk a cuccainkat, hogy fognak tudomást szerezni rólunk az emberek, hogy miért evezünk, tehát hogy tudjanak a célról, és támogassanak minket, tehát milyen média megjelenéseink lesznek, milyen lesz az arculatunk, erről a többiek is tudnak. Mindenkinek megvolt a feladata, hogy mit csinál. Tehát például a Klarának, ha átadom a szót, ő volt a fő designer igazgatónk. Tehát még logónk is volt, vagy van is, bocsánat. Igen, hogyha... Hát háromnegyed év volt, igen, fél év volt, mindenkin ugyanaz a póló van, ugye. Parallel futottak a szálak, tehát mindenkinek megvolt a feladata, és nagyon szorgosan elvégeztük ezeket az előkészületeket. A logót megterveztük, megcsináltuk az arculatot, és utána kezdődött a szervezés, a szállások lefoglalása, és a felkészülés, a fizikai felkészülés. A logisztikáról majd később szeretnénk beszélni. A fizikai felkészülés arról szólt, hogy nem léphet az ember kétszer ugyanabba a vízbe, nem állhat az ember kétszer ugyanazon a vízen, tehát vízismeretet kellett tanulnunk. A Duna az egy hatalmas folyó, amin még ugye mi előtte én nem álltam. Meg kellett ismerni, mennyire visz a Duna, és mik a veszélyek. Félelmeink is voltak. A legnagyobb félelmeink ugye a hajózással kapcsolatban volt. Kívülről megtanultuk az összes hajózási szabályzatot és táblázatot, hogy nehogy ugye problémák adódjanak. Bocsánat, hogy közbeszóltuk, mi nem tanultuk meg, csak a Klara. Ja. Arra volt, aki megtanulta. Menet közben tanulásban. Gyakorlat közben jöttünk rá olyan dolgokra, amik később hihetetlenül fontosak lettek. Csak mondani két példát. Kétszer csináltuk meg bőr ugye, és könnyű szakaszát, ahol a felkészülés során szkeget törtünk, mert alacsony volt a vízállás. Tehát tandem szappal mentünk, a Zoltán és én, a Zoltán a sporttársam, és eltört a szkeg, és utána, a szkegtörés után egy 10 percre elkezdtem nevetni. Zoltán, mit nevetsz, ez lenne annyira nem vicces, húzzad, légy szíves, egyenesen, mondta és biztatott, amikor rájöttem, hogy elfelejtettem az autókulcsot betenni a vizes táskámba, azt az autókulcsot, amit előző nap oda
tettünk ugye Gönyűre, hogy azzal majd hazamegyünk. Tehát rájöttünk, hogy kell egy biztonsági ember, aki kiment minket, aki kísér minket, egy kísérő ember. Nagyon fontos. A kísérő ember ugye fontos szerepet játszott, és Évának ugye a párja lett, a bizalmi ember. Ő tudott minket ugye szituációkba kimenteni. A másik dolog az volt, hogy lelamináltuk a listát, amit mi minden nap csekkoltunk, és aszerint pakoltuk be a cuccokat. Tehát történtek dolgok. A második felkészülési szakaszunk Zoltánnal Ausztriában történt, ahol megnéztük igazából, hogy mennyire veszélyesek ezek a nagy hajók, és a vízen hogyan lehet közlekedni. 270 kilométert mentünk, és rájöttünk, hogy nem a nagy hajók a veszélyesek, mert azok ugye egy fix útvonalon haladnak, hanem a kis motorcsónakok csinálnak ilyen hullámokat, amik lelassítanak minket, és ugye ki kell őket kerülni. Hihetetlen, hogy míg Ausztriában egy olyan hajóforgalom van, ami mellett még lehet szappolni, de 2-3 percenként mentek el ugye a hajók mellettünk, ami minket nem zavartak, míg Magyarországon a Duna üres. Tehát itt jöttünk rá, hogy mennyire kihasználhatatlan ez a gyönyörű folyó, ez a gyönyörű tájegység. Tehát hihetetlen nagy élmény volt nekünk szappolni rajta, mert egyedül voltunk. Semmi más nem éreztük, csak a mi csapatunkat. Ott voltunk egymásnak ezen a gyönyörű természeti jelenségen, és a madarak csicseregtek mellettünk, de alig mentek hajók. Tehát itt jöttünk rá, hogy mennyire kihasználhatatlan turisztikai szempontból és logisztikai szempontból a magyarországi Duna szakasz. Ugye amikor kiderült, hogy ezt a túrát mindenképpen meg fogjuk csinálni, én azért úgy reménykedtem benne, hogy ez az ötlet majd elmúlik, és ráadásul egy adománygyűjtő túra lesz, aminek az adományát felajánlották annak a civil szervezetnek, ahol én dolgozom, a Szervát Ültetettek Szövetségénél, akkor nyilván én ebben már nem tudtam kihátrálni, és hát egy ilyen nemes ügyért bármit megtennénk, és nagy szükségünk is volt és van is erre az adományra. Úgyhogy elkezdtük tervezni ennek a megjelenítési módját. És ugye a szövetségnél dolgozik egy-két ember önkéntesként, akik tudnak videót forgatni, vágni, és akkor megcsináltuk a bemutatkozó videóinkat. Aztán elkezdtük nézni, hogy egyébként hol tudnánk megjelenni a médiába, és azzal, hogy ez tulajdonképpen nem egy öncélú dolog, hanem egy adománygyűjtő túra, azért a kapcsolatokon keresztül viszonylag azt gondolom, hogy könnyen bejutottunk, úgyhogy voltunk a Petőfi Rádióba, a Kossuth Rádióba, forgatott velünk az RTL Klub, és még azt hiszem egy-két más tévécsatornához is eljutottunk, és hát az írott médiában is nagyon szépen szerepelt a Duna 420. Már a kezdetek kezdetén is, majd ugye a túra folyamán végig lehetett minket követni. És talán tudjátok, hogy van egy Millió Lépés nevű applikáció, vagy program, amit a szövetség csinál, aminek én vagyok a projekt gazdája, és ugye a nyári időszakban a Duna 420-at beraktuk a napi 60 kilométeres távjával, tehát mi voltunk úgymond ennek a kihívói, és ugye ebben az abban már akkor is körülbelül egy olyan 300 ezer ember benne volt, tehát hogy ők meg ezen keresztül ismerhettek meg minket. És még én hozzáfűzhetek annyit, hogy tehát ilyen nagyon sok segítséget kaptunk itt már a felkészülésnél, hírosztásnál a szaposoktól, tehát hogy a SAPLIFE-tól, már veled nagyon korán beszéltünk erről, és segítettél a SAP magazintól, Márton Karesszel, és egy csomóan, tehát a Hegedűs Dóritól kezdve a ismerőseink, vagy szaposok, sokaságán keresztül egy csomóan megosztották ezt a hírt, tehát nagyon sok segítséget kaptunk ebben. De Árpinak átadnám, mert még ugye a felkészülésnél ott volt a milyen deszkát vigyünk, mikor mennyit menjünk, távok, becsülésre, stb. Is. Igen, egy kicsit úgy érzem, hogy előre szaladtunk, mert az egész valahol ott kezdődött, hogy amikor kialakult, hogy na menjünk és mennyit menjünk, akkor mi még ősszel, október vége, november elején elmentünk Évivel, és leveztük az első 60 kilométert, hogy egyáltalán képesek leszünk erre. És ott volt az első próba, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni,
És az volt, amikor eldőlt, hogy igenis erre képes a csapat, amikor megcsináltuk. Jó, két fürdés volt azért benne, de kiderült, hogy meg lehet ezt normálisan csinálni, ezt a napi 60 kilométert. Azért különösen rosszul, mert az a két fürdés az úgy esett meg, hogy én akkor már azt gondoltam, hogy én ismerem a Dunát, mint a tenyeremet, mivel leveztem rajta 100 kilométert, és az októberi túránk során, amikor beveztük az első szakaszt, akkor hát szerintem nem volt több a víz 5-6 fokosnál. És akkor így egyszer csak így jött egy limány, akkor megtanultam, hogy mit jelent ez a szó, hogy limány. Jött egy limány, eltűnt alólam a deszka, és én a vízbe voltam, és hát nagyon, ezt most szeretném elmondani, hogy az ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy legyen melletted egy olyan társad, aki tényleg, aki lélek jelenléttel van ott, és én csak beleestem a vízbe, a hideg vízbe, és állt a vízbe, de egyszerűen nem tudtam vissza, mert lefagytam szó szerint, és akkor azért az Árpi ugye elég erőteljesen rám szólt, hogy szálljál vissza a deszkára, de most. Tehát az, hogy egymásért vagyunk, és egymást segítve megyünk ki mindig vízre, ez szerintem az alapja az egész túrának, illetve az egész evezésnek. A beosztásokat mond el Árpi. Hát igen, na. És itt derült ki végül is az, hogy meg tudjuk csinálni a 60 kilométert, és akkor én rögtön itt nekiálltam, és elkezdtem tervezgetni, hogy akkor hol tudunk megállni, hogy lesz pihenőt, és itt okozott az nehézséget, hogy hol tudunk megállni, hogy mennyi legyen az a napi 60. Mert nagyon sok, nagyon megkötötte végül is a tervezésben a kezünket az, hogy hol találunk szállást, hol tudunk egyáltalán kiszállni, kaját venni, vacsorázni, vagy bármi. De azért több-kevesebb sikerrel sikerült. És ugye a felkészülésnél volt még egy másik nagy próba, amikor már nem csak ketten, hanem tavasszal, szintén jéghideg vízbe, de mentünk a alapos szakaszra, ami azt gondoltuk, hogy a kevesebb, mert ugye azt tudtuk, hogy a felső szakasz az jó, szép, evezhető, de a lenti rész ott Paks környékén nem nagyon ismertük, ezért elhatároztuk, hogy oda is szervezünk egy ugyanilyen napot. És ott áprilisban elmentünk 5-6-an, ott mindenki ott volt már? Nem mindenki ott volt, igen. Ott már mindenki ott volt, igen, és akkor eveztünk egy másikat, és akkor úgy állt össze, hogy ne ez menni fog. Szerintem igen, mindenki felébe ott már. Az hozzátartozik, hogy itt mindig mindenki azt mondta, hogy ó, hát Budapestig lejöttök simán, de nem sok információnk volt a déli szakaszról. Arról csak annyit hallottunk korábban, hogy hát ott kiszélesedik a Duna, hát ott nagyon belassul, ott aztán nem fogtok tudni annyit evezni, és hát a puding próbálja az evés, akkor mondtuk, hogy hát ha senkitől nincsen normális infunk, menjünk le és nézzük meg, hogy milyen. És így jutottunk le Madocsára, ott volt az első. Igazából az két napos evezés volt, csak az első nap egy kicsit rövidebbre sikerült, mert nagyon, ott is nagyon hideget fogtunk ki, ez a húsvét. És szakadt az eső, konkrétan szakadt az eső, úgyhogy 5 fok volt, én mondtam, hogy megyek vízre, akkor is, ha ti nem jöttök, de hát aztán mindenki jött végül is. Konkrétan az evezés úgy zajlott, hogy tehát egy ilyen nagy szürke valamiben neveztünk, a Duna alul szürke, minden szürke kívül, horgászok álltak a parton, és ilyen döbbenten néztek, hogy átsuhant egy ilyen csapat, és mi meg szétrögtük az agyunkat azon, hogy állnak ott, hogy ennyire ledöbbentek rajtunk, hogy ki az a sok ökör, aki 5 fokban esőben hajlandó víggal nevezni a folyó közepén. De hát a felkészülésén mindent. És akkor így rájössz, hogy igazából akkor is szeretsz evezni. Annyit még hozzátennék, hogy volt egy mentális felkészülés is. Tehát nem csak a fizikai és a technikai felkészülés volt fontos, hanem mi csapatot építettünk. Megismertük egymást. Itt arról nem egy osztálytalálkozóról van szó, hanem ismeretlen emberek, felnőtt emberek egy célt követtek, és ez a cél összekötött minket. A csapat az mindig nagyobb, mint az egyéni cselekvések összessége, és a közös cél érdekében hihetetlen energiákat tudtunk megmozdítani. Megismertük egymást, és szappos társakból, esetleg versenytársakból a túra végére barátok lettünk. Egy szap családnak a tagjai. Igen, egy nagyon, nagyon erős kötelék alakult ki közöttünk, abszolút mondhatom, hogy a csapatom, akikre bármikor számíthatunk egymásra, illetve nagyon,
nagyon, nagyon erős lett ez, a, ez, a, ez az alap, amit mi együtt végig csináltunk. Ez, ez adott egy nagyon, nagyon hosszú távra is kimutatható, illetve egy nagyon, nagyon fontos része lett az életünknek, azt gondolom. Egyébként ez is azért fontos, én például féltem ettől, sőt, Eti mondta, hogy hát én biztos nem fogom bírni azt a monoton nevezést, hogy ott mondjuk 8-10 órán keresztül megyünk a vizen, és akkor én próbáltam erre magamat így felkészíteni, és hát ebben nagyon segített az, hogy eljutottunk egy olyan szintig, hogy, hogy ha akarsz beszélgetni, másikkal beszélgetsz, ha nem akarsz, az se vagy, akkor hallgatsz vele, nézed a tájat. Vittem magam a fülest, hogy majd zenét hallgatok, tehát mindenfélere készültem, de ellövöm a poént, nem volt erre szükség. Tehát hogy olyan gyorsan ment az egész, és annyira összeszoktunk, hogy... És talán ez volt az egésznek a kulcsa, amit akarra mondott, hogy, hogy láthatatlanul, részrevétlenül, ahogy mentünk lefelé, úgy formálódott ki egy, egy összetartó csapat, amikor fél szavakból, egy tekintetből értettük egymást. Ha valaki előre ment, akkor tudtuk, hogy most egy kicsit el akar menni magába. Ennyi. Nagyon jó. Bennem élénken az, él az a kép, amikor már egy kicsit a Budapesttől délre voltunk a déli szakaszon, és akkor így egyszer csak Grózli Csabi átment a túloldalra, és az Eti ott mellettem ott húzza, és akkor miért megy át a Csaba? Mit csinálod a Csaba? Mondom, hagyd már végén a Csabát, tehát hagyd egy kicsit, egyedül akar lenni. Hagyd, tehát ugye ez, erre azért próbáltuk odafigyelni, de hát nyilván az Etinek ez egy kicsit nehezebb volt. Rá is ragasztottuk az aggodalmár címszót, úgyhogy köszi. Most végre mindenki tudja. Most végre mindenki tudja, hogy ő volt a csapatban az, aki mindig aggódott miattunk, illetve mint egy ilyen jó juhász, úgyhogy egyben legyünk, mindig együtt. De persze azért meghagytuk egymásnak a teret, és azért kiharcoltam, hogy Csabi hadd evezzen nyugodtan a másik oldalon. Itt azt szeretném még hozzátenni, hogy levezni napi 60-at az egy dolog, utána el is lehet fáradni, meg közben is, az egy mentális teljesítmény is, ugye a hosszú távú evezés, de ami utána történt, az volt nagyon érdekes, és erről szeretnék még a Csabával egy kicsit meg Etivel ugye reflektálni, hogy amikor kiszálltunk, ránk emberek vártak, az út közben is vártak ránk emberek, transportált sorsokról tudtunk meg, és személyesen éltük meg ezeknek az embereknek a sorsát. Tehát amikor adományt gyűjtesz valakinek, akkor megismered az embereket személyesen, ez egy hihetetlen nagy ajándék volt számunkra. Utána még este ezzel foglalkoztunk, tehát nekünk az egész napunk a szapozás és az adománygyűjtésről szólt. Emberileg kaptunk hihetetlen nagy ajándékot, megismerhettük őket, és a bőrünkön éreztük, hogy ezt miért is csináljuk. Ez hozzátartozik, hogy ugye a telefonra, hogyha jött egy adomány, akkor ugye mindig kaptam róla egy e-mailt. És akkor időnként megnéztük, hogy a PayPal-on keresztül mekkora összeg jött, és akkor mindig mondták, hogy na nézd már meg, hogy hol tartunk, mert ugye az volt a mondás, hogy tehát nem is az volt feltétlenül a lényeg, hogy nagyon sok pénz legyen, hanem hogy minél több ember tudjon erről, és mindenki, aki úgy gondolja, akár egy lángos árával, ugye ezt mondtuk, egy lángos árával is támogathatod ezt, mert az is számít. És tényleg, amit Klara elmondott, hogy nagyon sok ember, hogy mondjam, belelkesült és átérezte ennek a fontosságát és mellénk át. És ez nagyon jó volt, ez hajtott minket. De azért el kell mondani, hogy egyáltalán nem voltunk benne biztosak, én legalábbis, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni. Ugye gondoljátok el, hogy a hőségriadó kellős közepén kezdtünk neki. Tehát 35-37 fok volt napközben. Tehát döblesztő meleg. És ugye úgy terveztük, hogy elindulunk reggel korán, és aztán sziesztázunk egy jót, és aztán majd délután meg leelvezzük a többit. Megebédelünk, stb. Ott majd valahol ott az ányú belül csörgünk. Hát én tudtam, hogy szúnyogok vannak, azért én készültem egy hatalmas nagy ilyen magad fölé rakható nagy szúnyoghálós nyavajával. Most ehhez képest az első nap végigeveztük az egészet, mert nem volt hol megállni. És akkor kajáltunk a szapon, és mentünk tovább. És amikor az első nap megvolt, akkor úgy kezdtük magunkat biztatni, hogy én legalábbis így éreztem, hogy na, hát remélhetőleg ez fog menni, tehát hogy most már nem lehet ezt megállítani, bármi is történik. De aztán a második nap nagyon keményre sikerült, tehát hogy az első napon könnyen elsőnöttünk.
A felkészülés kapcsán engem még nagyon érdekel, hogy milyen deszkákkal mentetek. Tehát, hogy itt azt tudom, hogy hatan mentetek, öt deszkával, tehát volt közte egy tandem, de itt volt valami egységes deszkaválasztás, vagy mindenki azzal jött, amivel tudott. RP, hogy alakult ez? Ez érdekes, tehát én nem is tudom, hogy hogy alakult ki, de ugye én alapvetően a stabilitásra szavaztam, és én merev deszkán egy Atlantis mellett döntöttem, és csodálkozom is, hogy volt, aki bevállalta a Csabi, például bevállalta egy dufit, én mondtam neki, hogy miért nem ilyen merevvel, ő azt mondta, hogy biztonságosabbnak érzi a felfújhatóst, és a másik nagy meglepetés a Klaráéknak a pandémia volt, ezen kívül mi hárman, ugye Eti és Évi, mi merev deszkára szavaztunk, itt ők voltak egy kicsit a kiugrók, akik ezáltal sokkal nagyobb feladatot is vállaltak magukra, mert mind a felfújhatós, mind pedig a tandem egy kicsit nehezebben jószág, tehát nem olyan haladós, mint a mi merev deszkáink. Úgyhogy szerintem itt mindenki gondolkodott, próbálgattuk, és úgy alakult, hogy ki milyen deszkával jön. Nekünk ugye az éve volt már egy előzetes tapasztalatunk, és mi azért választottuk azt, amivel én mentünk. Tehát. A felkészülés során meg végül is minden próbálgattuk azt, hogy én, mert ugye a terv az volt, hogy reggel este evezünk, ezért én például minden reggel lenyomtam egy 16-ot, meg este is egy 16-ot, és így próbáltam felkészülni jó több mint egy hónappal már előre erre a versenyre, hogy minden nap reggel este elvesztünk, amit aztán gyorsan fel is borított az első nap, amikor egy húzamba lenyomtuk a 60-at. Nem tudom, hova kapcsolódunk most, kihez adjam át a szót? Én csak meg szeretném említeni, hogy miért tandem. Tehát Zoltán sportársammal tandem szapot választottunk a biztonság miatt. Mentési gyakorlatokat gyakoroltuk, tehát minden megtörténhet egy nagy vízen, a Dunán, még egy kis vízen is, és azért választottuk a tandemet, mert ha esetleg valami baj lett volna, egy embert el tudtunk volna vinni a következő állomásig, kettő, lehet, hogy még a szapját is. Tehát a Duna egy olyan folyó, hogy nem sok kiszálló van. Nem sok lehetőség volt, hogy mi gyorsan közutat találjunk, és a tandemmel hihetetlen sok élelmiszert is tudtunk szállítani. Én azért választottam egyébként a felfújhatót, nekem van egy, ez az első deszkám igazából, tehát volt benne egy ilyen is, hogy vele kezdtem egy 14-es verseny Aquamarina felfújhatóval, mert állati kényelmes. Én féltem attól, nekem nem volt Dunán tapasztalatom, hogy a merev szapon hosszú távon mennyire kényelmes menni, mert azért átsorogni 8-10 órát, hát nem tudom. Hát nekem ez volt a választás, inkább bevállaltam, hogy egy kicsit lassúbb, meg erre jobban tudtam pakolni. És még attól is féltem, hogy összetöröm a merev szapot, úgyhogy hiába menteti a saját tevén, azt mondtam, hogy galófiban. Szeret az édeskám egy remek hálót, ami alatt vihettem a kajákat. Jó, és akkor térjünk át a magára már a túrára, hogy nézett ki egy nap? Milyen felkészülési rutin, vagy mi volt a napi rutin itt nálatok? Na hát akkor kezdem én szívesen. Ugye az első az volt, hogy megegyeztünk, hogy mikor kelünk. Ez egy ilyen huzamosabb vita volt, mert mindenkinek más a bioritmusa, és akkor a 4 óra lett a közös többszörös. Többen aggódva figyelték ezt a megegyezésünket, többek közt én is. De muszáj volt korán kelni, hogy ugye abban a hőségben még időben el tudjuk indulni. A 4 óra után a szolgos pakolás és szendó készítés volt a következő program. Közben rájöttünk, hogy akár 60 évesen is tudsz úgy viselkedni, mint ha úttörő táborban lennél. Ez volt az általános hangulat reggelente, tehát szendókenés, kávézás, pakolás, és itt ilyen dobozokban tartottuk a cuccunkat, amit a mikrobusszal hoztak utánunk, és hát nyilván miután bepakoltunk, egy ilyen fél hat környékén voltunk vizen. És a vízre szállás után evezés, ott megvolt a napi rutin, hogy hány kilométerenként állunk meg pihenni, inni, meg enni. Ez általában ilyen 10 kilométerenként tettük meg, hogyha
tudtunk, kiszálltunk, erre kevesebb lehetőség volt, tehát inkább a vizen ettünk, ittunk. Akkor a evés, ivás, pihenés, éneklés, ez is belefér, tehát adománygyűjtő nótákat is költöttünk, azt nem osztanánk meg a köznéppel, mert rettenetes volt egyrészt a hangunk, másrészt a szövegek se volt nyomdafestéket tűrőek, de szerintem remek dalszerzők is voltunk. És aztán ugye általában ilyen délután körül értünk oda az adott célállomásra, tehát ilyen 4 körül, akkor kipakolás, dobozolás, hajó kiszedése, szállás elfoglalása. Volt olyan szállásunk, ami Dunaparton volt, az esetek többségében inkább olyan, ahova oda kellett mennünk a kísérőautóba. Nem nagyon találtunk olyan megfelelő szállásokat. Csak a jött a nap fénypontja, a vacsora, a leves barackpálinka kombót kísérleteztük ki második napra, mint totálisan jól működő dolog, és akkor utána alvás, amivel még az emeletes ágyas kajakkenus szálláson sem volt semmi problémánk, tehát ébresztetlenül aludtunk el körülbelül így. De Évi, mondasz pár szót, mit vittünk magunk a kajáról? Én nagyon aggódtam az elején abból, hogy hát itt aztán tápanyaghiányba fogunk szenvedni, és nem lesz elég energiánk evezni, és hogy fogjuk pótolni. Hát egyébként is én aki ismer, azt tudja, hogy én azért szeretek enni. És hát az egyik ilyen nagy dobozba, amibe a ruháimnak kellett volna lenni, abban mindenféle ilyen, vittem az egész csapatnak, protein szeletek, fehérje, turmixok, minden benne volt, ez körülbelül ugye, hát úgy szerintem az első nap után feladtam, mert hát rájön az ember, hogy ezek tök jók, ezek az édes és egyéb utánpótló cuccok, de hát azért az hosszú távon az nem, az max egy versenyre, hogy na most akkor így gyorsan betolok egy ilyen energiazselét, és megyek tovább, de ezt napokon keresztül, ezt nem kibírhatatlan. És akkor hát átálltunk arra, hogy ugye vittük magunkkal a deszkára a szendvicseket, nagyon nagy szendvicskenésbe, illetve sonkás szeletelésbe voltunk reggelente. Volt, a Zoltánék hoztak egy nagy hűtőtáska dobozt, amit a kis buszban szállítottunk, úgyhogy abban igazából abban nagyjából belefért az ellátmányunk, mármint ami az ilyen felvágottakat illeti. Meg hát a legeslegjobb ezek a, hogy hívjátok, sose tudom. Kabanoszi. A kabanosz. A vékony kolbász, tuti. Annál jobb nem létezett. Tehát, hogy igazából abból volt az ellátmányunk nagy része, hogy a kabanoszi van, mennyi van? Adsz? Kabanosziban értük. A szendvics mellé is kabanoszi. Szendvics mellé is kabanoszi, és akkor ezeket az egyéb ilyen szőrőcukor, meg egyebeket, ezeket pedig talán a harmadik napra sikerült lecserélnünk friss gyümölcsökre, és akkor ezt vittük magunkkal, este bekészítettük, összeszedtük kis dobozba, rakott be a hűtőbe, és ez nagyon-nagyon jó leső volt, hogy akkor az első pihenőnk az általában 10 kilométernél volt, és arra mindig nagyon figyeltünk, hogy a reggeli az együtt legyen. Akárhogy is húztuk, vagy esetleg elszakadtunk mondjuk egy időre egymásról, az biztosan fix volt, hogy 20 kilométernél mindenki leült a deszkájára, megvárta a többit, aki esetleg lemaradt, de itt nem nagy távokról van szó, 500 méter, 1000 méter, nem több. Leül a deszkára, megvárja, és akkor ezek a közös reggelik, azok úgy annyira megvannak úgy nekem, hogy nagyon-nagyon élénken, hogy akkor ott összekapaszkodva ott kicsit azért sodródunk lefelé, azért sokat nem, tehát a hiedelemmel ellentétben ahhoz, hogy leérjünk a határa, ahhoz evezni is kell, nem elég középen leülni a deszkára, azt majd visz a víz, tehát ez nem így van. És akkor itt azért ott megpihentünk egyet, reggeliztünk, és akkor folytattuk az utunkat. Hát ezek a dobozok, meg a különböző táskák elhelyezése azért nem tűnik így első hallásra egyszerűnek. Hogyan rögzítették ezeket a deszkára? Nem volt egy egyszerű, ha belegondoltok, ugye ez rögtön az első nap kiderült, hogy el kell, hogy vigyük az aznapi kaját és a folyadékot. És azért ugye kánikuláról beszélünk, tehát úgy kalkuláltuk, hogy egy ilyen legalább 3-4 liter folyadékot meg kell, hogy igyunk. Tehát ezeket föl kellett tenni a hajóra,
és azokat a szendvicseket is a 35 fokos melegbe úgy kellett elhelyezni, hogy az ne menjen tönkre. És akkor mit ad Isten, a Lidlibe szembe jött egy olyan hűtőtáska jellegű dolog, ami olyan, mint egy ilyen kis aktatáska, vízhatlannak is tűnt valamennyire, és akkor ez volt az alaptatyó, ugye ebbe betettük a kaját. És hát a vizes palackokat meg megpróbáltuk elvinni magunkkal, ugye volt olyan, ami hűtő jellegű volt, tehát ilyen fénypalack, azt hitte meg az ember a nap legvégén, mert az hideg maradt. Amit műanyagpalackba vitt, az ugye be volt hűtve, azt fogyasztottuk el a leghamarabb. És hát ilyen különböző gumipókos, meg csavaros megoldásokkal rögzítettük legalábbis az etinek a szapján, amin semmilyen csomagháló, meg ilyen nincsen, mert nem erre készítették. Tönkretette az Infinitimet. Hát ne tudjátok meg, hogy nézett ki. Nem volt szép, de hasznos volt. Mindenféle gumipókokkal össze volt húza, meg csavarokkal. Sokkal egyszerűbb volt nyilván nekem az Aquamarinán vagy Klaráiknak a tandemre föltenni a cuccokat, de alapvetően ezt mindenkinek meg kellett oldani. Hát az én deszkámon például az külön nehézséget okozott, hogy nem tudod magasra pakolni, mert ugye, ha túl magas, akkor nem tudsz oldalt váltani a vezés közben. Tehát, hogy akármit is viszél, de minél laposabban, minél szélesebben el kell teríteni. Tehát nem az van, hogy fölrakok egy kuffert, aztán mehetünk, hanem azért ott tényleg ott kötözgetni kellett. Ha volt lehetőségem, akkor én beraktam egy vizet a fagyasztóba estére, éjszakára, és akkor az napközben még délben is volt egy kis hideg vizem, de egyébként, ahogy a Csabi is mondja, azért a vizek is 10 órára már elég melegek voltak, tehát arra oda kellett figyelni, hogy azt hogyan pótoljuk. Ha volt lehetőségünk, akkor újra töltöttünk, de kevés a kiszállóhely a Dunán. Tehát azt kell mondani, hogy erre előre kell tényleg gondoskodni mindenkinek, hogy elvigye magával a napi szükséges mennyiséget vízből is és kajából is. Talán a vízből fontosabb. A felszerelés kapcsán most itt azért főleg az étel-ital került szóba, de gondolom, ahogy Klára is említette, azért a biztonság is egy nagyon fontos szempont volt. Milyen biztonsági felszereléseket vittetek magatokkal? Ha jól tudom, ennek Árpi volt a felelőse. Tehát a mentőmellényben nem a kötelező, a mentőmellényben volt mindenki, és ezen kívül én próbáltam utána olvasni, hogy mi mindenre, tehát vízhatlan elsősegélycsomagot vittünk, azt hiszem abból többet is, hogy ha esetleg valaki elszakad, akkor legyen a csapat többi részénél is elsősegélycsomag. Ezen kívül vittünk magunkkal dobókötelet, meg mert nem is nagyon tudom, hogy szerintem, de a végén már teljesen elfelejtődött, mert szerencsére erre nem volt semmire szükség, úgyhogy én a végén azt sem tudtam, hogy hol találom meg ezeket a mentő felszereléseket, aminek azért örülünk, mert nem volt ezek szerint rá szükség, hogy használjuk. Hozzátenném, hogy Zoltán sportásunknak mindennye van, abból kettő is, és szaptechnikai okok miatt vittünk különféle szkegeket is. Hát ha eltörik, vagy elvesztjük, és a hogy hívják a rugonyos szkeget? Plexiszkeget vittünk még magunkkal, különböző kötelet, és amit mindenki beszerzett magának, az a síp volt. Mert hogyan tudod megmondani, hogy bajban vagy, ha a többiek egy kilométerrel előbbrébb vannak? Tehát a síp az nagyon fontos volt. Azt hittük, de... Ezt is felejtettem, ja. Igen, de aztán erre nagyon hamar rájöttünk, hogy ezek a sípok, ezek gyakorlatilag semmit nem érnek. Tehát az az ominózus nap, amikor a Csabi a másik felé nevezett, és már próbáltunk neki fütyülni, hogy gyere már, mert kajálunk, és ő semmit nem hallott belőle, pedig tényleg csak a Duna másik felé nevezett. Tehát nagyon érdekes, hogy valamiért a hangterjedés az nem annyira megy a Dunán. Nekem ez meglepő volt. Én azt hittem, hogy megfújom a sípomat, és mindenki itt terem mellettem, aztán nem történt semmi, meg csak a fülök utáig. Mivel legalább az első napon bőszemfütyörésztünk vele, tehát így arra tökéletes volt. Mivel ugye nyáron mentünk, tehát nekünk volt két szett napvédő ruhánk is, tehát óvtuk a bőrünket is, tehát ez is, ezt is magunkkal kellett vinni, és
szeretném minden táskagyártónak a felhívni a figyelmét, hogy csináljatok már légy szíves cipzáros táskákat, mert ez a tekerős dolog, ez napi 8 órában kicsit idegesítő. Lehet, hogy jól zár, de vannak jobb megoldások. Légy szíves, legyenek jobb megoldások is.